Ebben kértük az érsekkéti településünk segítségét, hiszen ott egy nagyon jól működő kis tájház van, és mi a nyáron ott voltunk náluk, megnéztük, hogy hogy kell egy tájházat berendezni, mik azok a dolgok, amikre oda kell figyelni, amikor egy értéket kapunk, azt hogyan regisztráljuk, és ebben az ottani tájház vezetője, a téma, ő tudott nekünk nagy segítséget adni,